Népszerűbb a magyar méz, az utóbbi 7 évben duplájára nőtt a hazai mézfogyasztás. Gyenge kezdés után erőteljes növekedés, jelentős csökkenés jellemezte a fürdők vendégforgalmát a főszezon kezdetén. Cantemus 2018. 12 nemzet kórusai vesznek részt a Cantemus Nemzetközi Kórusfesztivál és karvezetői mesterkurzus idei rendezvény sorozatán. Egyre népszerűbb a méz idehaza, azonban a nyugat-európai átlaghoz képest nálunk még mindig kevesebb fogy belőle. A Kölcsey Televízió híradóját látják, köszöntöm Önöket! A méz itthoni népszerűsítésének köszönhetően 7 év alatt több mint a duplájára nőtt a mézfogyasztás Magyarországon, derült ki az Agrárminisztérium beszámolójából. Az egyfőre jutó éves mézfogyasztás a 2010-ben jegyzett mintegy 30 dekagramról, csaknem 80 dekagramra emelkedett. Idén a pozitív eredmények mellett egy jelentős probléma is sújtotta a méhészeket. Többen is tömeges méhpusztulásról számoltak be. 7 év alatt több mint a duplájára nőtt a mézfogyasztás Magyarországon, közölte nemrégiben Feldman Zsolt, az Agrárminisztérium mezőgazdaságért felelős államtitkára. A Nyíregyházi Méhészek Egyesületének elnöke szerint ez az Országos Magyar Méhész Egyesület, az Agrárminisztérium, valamint a kistermelők kitartó közös munkájának köszönhető. Hok József 35 perc című műsorunkban kiemelte, az előállítás mellett mindannyian rendezvényekről rendezvényekre járva népszerűsítették a magyar mézet. Kicsit látszik a munkájunknak a gyümölcse, akár itt a mézes reggelék, programok, vagy különböző rendezvényeken a mézkóstolásának a lehetősége, vagy az embereknek a tudatosabb életmódja, ami által azért eljutunk arra a szintre, hogy igenis a méznek megvan a jótékony hatása, akár a gyógyítás, akár a szépségiparra is csak visszatérve, és különböző gyógyszerek helyett hamarabb most már elővesszük a mézet, és nincs szükségünk annyi gyógyszerre esetleg, hogy könnyebben meggyógyulunk belőle. A Magyarországon megtermelt mézek 75-80%-a tisztán kerül a nyugat-európai országokba, más országokban viszont a minőségi magyar mézet édesítőszerrel vegyítik, ezzel megnehezítve a magyar termelők dolgát a külföldi piacon. Örömteli viszont, hogy a legutóbbi mézvizsgálatok szerint a magyar polcokon található mézek nem tartalmazzák a kínai mézkészítményt, így hazánkban ez nem jelent akkora problémát, mint más európai országokban. Ezzel nem volt a tavalyi Erdős Norbert féle program, hogy igenis az legyen ráírva, hogy nem EU-n belül és EU-n kívüli mézek keveréke, hanem legyen ténylegesen megnevezve, hogy Magyarországról, Kínából vagy még mézek keverékéből állított méz, ami által már kiszűrhető lenne, hogy mennyire hamisít, vagy milyen mértékben van benne esetleg hamisított méz. Idén viszont nem csak a mézeladások nőttek, több magyar gazda számolt be tömeges méhpusztulásról. Az Országos Magyar Méhész Egyesület elnöke arról számolt be, hogy bár biztosat nem lehet mondani ennek okáról, viszont a növényvédőszerek környezetre való hatása évjárattól és időjárástól függően változhat, ami elméletben okozhatta a méhpusztulást. Jelentős csökkenés jellemezte a fürdők vendégforgalmát a főszezon kezdetén a kedvezőtlen időjárás miatt, ami a bevételek kiesésében is erősen érezhető volt. A tendencia július második felében fordult meg, a tartós kánikula miatt több fürdőhelyen is látogatottsági rekordok dőltek meg. Nyíregyházán jelenleg körülbelül 4000-rel marad el a vendégszám az előző évekhez képest, de augusztus második felében még növekedés várható. Eső és hűvös időjárás jellemezte hazánkat júniusban és július első felében, ezért nehezen indult a szezon a magyarországi fürdőkben. A kedvezőtlen időjárást az utóbbi időben azonban felváltotta a tartós meleg, ami egyértelműen kedvez a fürdőknek, az üzemeltetők növekvő vendégforgalomról számoltak be. Jellemzően országosan az a helyzet, hogy július közepétől indult el gyakorlatilag a nyár, amikor a jó időbe köszöntött, és egészen most így augusztus közepéig tartott is. Az, hogy még mi lesz az augusztus második felében az időjárásnak az alakulása milyen lesz, ezt sajnos most megmondani nem tudjuk még, de azt meg tudom erősíteni, hogy egy
gyenge kezdés után sokat erősödtek a magyar fürdők július hónapban, illetve augusztusban. Ha kedvezőtlen az időjárás a főszezonban, az az egész évben működő, több szolgáltatást nyújtó élményfürdőket is megviseli, de a kimondott a nyári strandoknál még jelentősebb problémákat okozhat. A nyári strandok esetében ez a három hónap, a június, július és az augusztus természetesen olyan szinten meghatározó, hogy egy rosszabb évben akár az is előfordulhat, hogy napokig, akár hetekig zárva is tudnak maradni ezek a fürdők, zárva kell tartani ezeket a fürdőket, az ilyen strandokat, mert csak veszteségeket halmoznak föl. És a gazdálkodás mennyire érinti az időjárás? Sajnos nagyon, hiszen ez az a három hónap, amikor gyakorlatilag azokat a bevételeket megtermelik a fürdők, amelyek a kicsiknek az életben maradásához, a nagyoknál pedig, a fürdőknél pedig a nyereségességhez szükségesek. A kedvezőtlen időjárást a nyíregyházi Aquarius élményfürdő is megérezte. Júniusban és júliusban itt is kisebb volt a vendégforgalom az átlagosnál. A szezon eleje az szerintem fürdőszempontból a tragédiával volt egyenértékű. Budapesti adatokat tudok mondani, ahol nyilatkozták ott az ottani fürdőképviselői, hogy mindegy 60%-kal esett vissza néhány fürdőjüknek a forgalma. Hála Istennek mi itt Nyíregyházán azért ekkora visszaesést ebben a júniusi és a július közepéig tartó nagyon-nagyon esős időszakban nem könyveltünk el, de való igaz, hogy egy olyan 10 000 fővel a bázis alatt fordultunk rá erre a viszonylag kellemesebb strandidőre, ami most már azt jelenti, hogy most már egy olyan 4 000 fő lemaradásnál járunk körülbelül a tavalyi bázishoz képest. Tehát való igaz, hogy az augusztus, a július második fele és az augusztus eddig azért beváltotta a hozzáfűzött reményeket. Podlovics Lajos hozzátette, folyamatosan figyelik az időjárás előrejelzéseket ők is, és reményeik szerint augusztus második felében is nőhet a vendégforgalom, a várhatóan kedvező időjárásnak köszönhetően. 12 nemzet képviselői, köztük a visegrádi országok, valamint argentin, dél-afrikai, Fülöp-szigeteki, japán és holland kórusok vesznek részt augusztus 15-e és 21-e között a 12. Cantemus Nemzetközi Kórusfesztivál és karvezetői mesterkurzus rendezvénysorozatán. A fesztivál ünnepi nyitóhangversenye csütörtökön volt a Kodály teremben, pénteken pedig a Megyeházán és több vidéki településen is felcsendült a kórus muzsika. Nem sokat ér, ha magunknak dalolunk, szebb, ha ketten összedalolnak. Aztán mind többen, százan, ezren, míg megszólal a nagy harmónia, amiben egyek lehetünk. Kodály Zoltán gondolata az alapeszméje ennek a nemzetközi fesztiválnak, ami jóval több, magas színvonalú koncertek során áll. Saját nemzeti kultúránk mellett más kultúrák, emberek ezerszínű arcán keresztül is hirdeti összetartozásunkat. A kórus találkozó, amelyet 1996 óta minden második évben megszerveznek, mindig tartalmaz új elemeket is. A hagyományos fesztivál rendjében ebben az évben, mivel Magyarország volt a V4-es országok soros elnöke, az az ötletünk támadt, hogy tartsunk V4-es találkozót is. A külügyminisztérium örült ennek az ötletnek, biztosított bennünket a támogatásáról, és mi ezt komolyan vettük, úgyhogy megszerveztük ezt a találkozót. Lengyelországból, Csehországból és Szlovákiából érkezik hozzánk énekkar. A fesztiválhoz kapcsolódó karvezetői mesterkurzuson 27 szakember vesz részt Svédországból, Törökországból, Hongkongból, Venezuelából, Japánból és Magyarországról. A karvezetők egyike, a nyíregyházi Vasvári Pál Gimnázium egykori diákja, majd énekzene tanára most tanulni jött vissza szülővárosába. Úgy gondolom, miután nagyon sok nemzet képviselteti itt magát, és minden nemzet más és más stílusban és karakterekkel vezényel. Jó látni, hogy egy japán karnagy, vagy egy svéd karnagy, annak ellenére, hogy ugye az alapmozdulatok ugyanazok, hogy mennyire másképp gondolkodik az egyes művekről. Úgyhogy nekem nagyon nagy izgalom is, meg nagyon pozitív élmény látni a karnagy kollégákat vezényelni. Pénteken a Megyeházán a Fülöp-szigetekről és a Dél-Afrikából érkezett kórusok adtak hangversenyt. A Stellenbosch Egyetemi Kórus karnagya szerint ez egy rangos európai fesztivál.
Az első benyomásom az, hogy a zene őszintén egyesíti az embereket. A világ különböző részeiből jövünk, különböző nyelveket beszélünk, de a zenén keresztül megértjük egymást. A zene hidakat építhet, amelyeket nem rombolhat le a politika. Ez egy csodálatos lehetőség, amit nekünk nyújtanak itt ezen a versenyen. A fesztivál gála koncertjét, amelyen valamennyi résztvevő kórus közreműködik, augusztus 20-án rendezik majd a Continental Arénában. Kulisszajárás során láthatták az érdeklődők a megújult Rózsakert szabadtéri színpadot. A közel másfél órás eseményen a Móri Zsigmond Színház igazgatója és műszaki kollégák mutatták meg a regisztráltaknak az új épületet. Ráadásként pedig a nyitó előadás, vagyis a meseautó főpróbájának egy részét is láthatták a színház szerelmesei. Szeretném, hogyha tudnák, hogy milyen szerencsések a nyíregyházi kultúra iránt érdeklődők, mert nem csak a színházban nagyon jó állapotban, mind szellemileg, mind pedig technikailag, hanem ez a szabadtér is egy nagyon szép külsőt kapott, és egy nagyon jól el van látva. A színház szerelmeseit köszöntötte Szente Vajka a kulisszajárás megkezdése előtt. Ők elsőként láthatták belülről a felújított nézőteret és az új akusztikai megoldásokat. A zajvédő falak létrehozásán akusztikai mérnökök dolgoztak. Ők választották ki a megfelelő anyagokat és beállítási szögeket, amelyek lehetővé teszik, hogy a környező lakások minél inkább védve legyenek a színház zajától. A felújítást az is indokolta, hogy a színpad műszakilag leromlott állapotban volt, nem felelt meg sem a kor, sem a hely igényeinek. Pedig az ország második legnagyobb szabadtéri színpada a nyíregyházi. A beruházás teljes összege 1 milliárd 150 millió körüli összegben állt meg. A legfontosabb újítások a nézőtérnek a bővítése, a színpadnak a bővítése, a színpad mögött lévő kiszolgáló helységnek a felépítése, ami gyakorlatilag nem volt eddig, tehát szinte öltözők és pihenőszobák nélkül működtünk az elmúlt néhány évben. Nagyon fontos a vizes blokkoknak az átalakítása, amik bekerültek a színpad alá. Teljes egészében megújult maga a Rózsakert. A meseautó főpróbáját is a szabadtéri színpadon tartották, itt végezték el az utolsó simításokat. A darabolvasó próbái május elején kezdődtek, azaz követő hosszú hónapok kemény munkája során pedig összeállt a zenés vígjáték. Már a darab meghirdetését követő pár napban hatalmas érdeklődés mutatkozott az előadásra. Eredetileg egy előadást terveztünk 18-ára, de miután két nap alatt minden jegy elfogyott, ezért újra kellett gondoljuk ezt a dolgot, úgyhogy 19-ére egy pótelőadást tűztünk ki, amire szintén két nap alatt minden jegy elfogyott, tehát azt gondolom, hogy ennél nagyobb érdeklődésre nem nagyon tarthat számot a meseautó, illetve a szabadtéri színpad megnyitása. A Móri Zsigmond Színház igazgatója hozzátette, természetesen a Kőszínházban is látható lesz majd az előadás. Ez nyitja meg a 2018-2019-es szezont a nagy színpadon, szeptember 15-én. Egyre több feladatot tudnak bemutatni a nyíregyházi állatpark fiatal arapapagájai. Az idén 4 éves madarak már tavaly is szerepeltek a bemutatóban, de akkor még leginkább a közönséget szokták. Mostanra viszont rengeteg új gyakorlatot tudnak. Az idei show másik szenzációja, hogy Morgó, a park idősebb zöldszárnyú arája, megtanult hangot utánozni. A nyíregyházi állatpark egyik közkedvelt látványossága a madár bemutató. A látogatók körében nagyon népszerű, mindig megtelnek a padok érdeklődőkkel, ami nem is csoda. A park trénerei hihetetlen trükkökre tanították be a tollasokat. A méretes szárnyasok csőrükkel szántják a bemutató asztalát, pörögnek, forognak, táncolnak, bámulatos érzékük van a játékhoz. Idén már a legifjabbak, a 4 éve a parkban kikelt mexikói katonaara Katika és Harley, a harlekinara is főszereplőként debütált a bemutatóban. És a show újdonsága még, hogy Morgó, a park idősebb zöldszárnyú arája, már kézjelre, akár be is mutatkozik. Szia, Morgó! Halló! Jó! Hello.
Az idei bemutató egyik nagy szenzációja, hogy a zöldszárnyú aránk morgó megtanult hangot utánozni. Ez tavaly még egyelőre nem szerepelt a bemutatóban. Ez teljesen véletlenül jött, hiszen morgó annyiszor hallja a hangunkat, hogy egy-egy szót megtanult utánozni. Ezt meghallottuk tőle, adtunk érte sok-sok finomságot, utána adtunk hozzá egy jelet, és most már akkor is mondja, hogyha mi kérjük. Mi a neved? Morgó. Jó. Az arab papagájok ügyességüknek és impozáns megjelenésüknek köszönhetően világszerte a papagájsók legnagyobb sztárjai. Az ara ugyanis az állatvilág egyik legjobban idomítható faja, nem csak sokszínű, de sokoldalú is. A madarakkal úgynevezett pozitív megerősítéssel dolgoznak az oktatók, azaz mogyoróval és szotyolával jutalmazzák őket egy-egy jól sikerült gyakorlat után. A már meglévő feladatok gyakorlása mellett folyamatosan új trükköket is tanulnak. Egy bonyolultabb sóelem betanítása akár hetekig is eltarthat. Az állatok számára ez egyáltalán nem megerőltető, ők a bemutatót nem munkának, hanem játéknak és szórakozásnak élik meg. Szerdán a kanadai Daniella Brisbois és Jasmine White is megérkezett a Fátum Nyíregyházához, így már teljes a női röplabda csapat játékos kerete. A Hollósi László által irányított együttes augusztus 30-án az MTK otthonában játsza első felkészülési meccsét. Szeptember 21-én és 22-én pedig nemzetközi tornát rendez a klub a Continental Arénában. A felkészülés harmadik hetét zárja a Fátum Nyíregyháza. A hét közepén megérkezett a csapat két kanadai légiósa, így már teljes keretnek tartott edzéseket a szakmai stáb. Az első időszak erőnléti tréningei után egyre többet kerül elő a labda, így már a technikai, taktikai elemek gyakorlása is napirenden van. Hollósi László vezetőedző szerint ott tartanak, ahol ebben az időszakban tartania kell a csapatnak. Hála Istennek eddig minden rendben halad. Ugye főleg kollégáimmal úgy is terveztük, hogy a fokozatosság elvét betartva szépen apránként terheljük a játékosokat, és ezáltal a sérülések is elkerültek minket. Úgyhogy nyilván az élsportról nem az egészségről szól, tehát fájnak itt-ott az ízületek, de hát ez természetes dolog. Már taktikailag, illetve technikailag is azokat a dolgokat csináljuk, amit elterveztünk. Úgyhogy eddig rendben mennek a dolgok, nyilván a lányok fáradtak, de hát ez rendjén is van így. Mivel a játékosok több országból, több röplabda kultúrából érkeztek, csapattá kell érniük a pályán is azon kívül is. Ezt a folyamatot pszichológus is segíti. Barna nagyon sokat segít nekünk ebben is, hogy hogyan építsük föl a csapatot, illetve hogy ezt a kohéziót, ezt megfelelően alakítsuk ki. Mindenképp erre egy hatalmas hangsúlyt szeretnénk fektetni idén, mert úgy gondolom, hogy csak akkor tudunk sikeresek lenni, hogyha ez a kohézió megfelelő. Én úgy gondolom, hogy jó irányba haladunk, a visszakapott jelzések alapján a lányok azt mondják, hogy eddig minden rendben van. A Fátum Nyíregyháza augusztus 30-án Budapesten az MTK ellen játssza első felkészülési meccsét. Egy héttel később egy Jászberényi tornán lép pályára csapat. Szeptember 21-én és 22-én pedig saját közönségük előtt is megmutatják magukat egy nemzetközi tornán a nyíregyházi röplabdás hölgyek. Az eddigi három mérkőzésen szerzett 4 pont elfogadható teljesítmény egy alakulóban lévő csapattól, mondta Bozsik József, a Nyíregyháza Spartacus vezetőedzője. A Cegléd elleni idegenbeli mérkőzést felvezető sajtótájékoztatón az is elhangzott, hogy a rutinos játékosok visszatérésével stabilizálódik majd a Spari középpályája és védelme. 3 mérkőzés után 1 győzelem, 1 döntetlen és 1 vereség a Nyíregyháza Spartacus mérlege. A Kazincbarcikát hazai pályán 1-0-ra verte a Spari, majd Mosonmagyaróváron 1-1-es döntetlent játszott Bozsik József együttese. Legutóbb a Budaörs 3-0-ás győzelemmel távozott a városi stadionból. A vezetőedző szerint ez a kezdés elfogadható egy alakulóban lévő csapattól. A Budaörs ellen több rutinos játékos hiányzott, az ő visszatérésük után stabilabb lesz majd az együttes. Nyilván azt se segítette a munkát, hogy szintén a Polényi Gabinak a héten megszületett a kisgyereke, ugye kihagyta a szerdai napot emiatt, utána csütörtökre belázasodott, tehát 2 nap kihagyással annyi ereje volt a hétvégére, hogy legalább a keretbe be tudjuk ragni és a padra leüljön. Most hál' Isten végezette már ő is a hetet, Dragoner Filip is végezette a hetet, de neki úgy gondolom még minimum 1 hét kell, hogy a formáját visszanyerje.
Nagy Tamás fellépült, a Bakos Szabi már keretben tud lenni, a Kulcsár Hunor is visszajött a sérülésből, de neki még egy hétre szüksége van a formába lendüléshez. Szépen kezdünk kiegyenesedni, több lehetőséget fog kapni most már szerintem a Daru Bence is, hiszen ő is szépen a rehabnak már a végére ért, de abból a szempontból gondolok a rehabra, hogy kondicionálisan utolérje magát, formába lendüljön, annak is kezd a végére érni. Úgyhogy én azt gondolom, hogy semmi okunk a pánikra, reális a 4 pont, illetve most szépen, hogy ki fogunk egyenesedni, majd az eredmények is megérkeznek, és a játékunk is javulni fog. A Spari kapusa Jova Levente új szerepkörben mutatkozik be, a csapatkapitány ugyanis bekapcsolódik a Bocsik Akadémia kapusainak képzésébe. Mint elmondta, szeretne valamit átadni tudásából leendő utódainak. Akár a lábbal való játékba úgy tudja majd felépíteni őket, mind a labdafogásuk, tényleg a játékkal élés, ezeket szeretném meg, ugye tényleg így próbálom a játékos feladatokkal felépíteni majd őket, és belecsempészni akár a gyorsaságot, mert egy kapusnál a gyorsaság az tényleg az muszáj, hogy legyen valakinek. Úgyhogy nyilván gyerekekkel még nem dolgoztam, meg másabb, úgyhogy kicsit izgultam is a tegnapi este folyamán, hogy akkor most hogy fogom összerakni az edzés programot. És ugye ennek tükrében van egy olyan felajánlásom nekem is, hogy minden hónapban a legjobban teljesítő utánpótlás kapus az meg fogja kapni az egyik meccskesztyűmet dedikálva, úgyhogy remélem, hogy ez is ösztönzi majd a srácokat a jó teljesítményre. A Nyíregyháza Spartakusz vasárnap Tiszakécskén a Cegléd ellen lép pályára. A forduló további párosítása a következő: Monor Győr, Buda Őrs Kaposvár, Mosonmagyaróvár Tiszakécske, Kazincbarcika Balmazújváros, Soroksár Dorog, Zalaegerszeg Békés Csaba, Siófok Budafok, Vasas Csákvár és Gyirmót Vác. Most pedig híradónk végén nézzük legfontosabb híreinket még egyszer röviden. A méz itthoni népszerűsítésének köszönhetően 7 év alatt több mint a duplájára nőtt a mézfogyasztás Magyarországon, derült ki az Agrárminisztérium beszámolójából, de külföldön, kifejezetten Nyugat-Európában is népszerű a magyar méz. Idén a pozitív eredmények mellett egy jelentős probléma is sújtotta a méhészeket, többen is tömeges méhpusztulásról számoltak be. Jelentős csökkenés jellemezte a fürdők vendégforgalmát a főszezon kezdetén a kedvezőtlen időjárás miatt, ami a bevételek kiesésében is erősen érezhető volt. Ez az egész évben működő, több szolgáltatást nyújtó élményfürdőket is megviselte, de a kimondottan nyári strandoknál még jelentősebb problémákat okozhat. A nyár elejé kedvezőtlen időjárást a nyíregyházi Aquarius élményfürdő is megérezte, júniusban és júliusban itt is kevesebb volt a vendégforgalom az átlagosnál. 12 nemzet képviselői, köztük a visegrádi országok, valamint argentin, dél-afrikai, Fülöp-szigeteki, japán és holland kórusok vesznek részt augusztus 15-e és 21-e között a 12. Cantemus Nemzetközi Kórusfesztivál és karvezetői mesterkurzus rendezvénysorozatán. Önök a Kölcsei Televízió híradóját látták augusztus 17-én pénteken. Friss hírekkel legközelebb hétfőn este várjuk majd önöket. Hétvégén pedig heti hírösszefoglalónkat, a Krónikát láthatják. Tudósításainkat addig is elérik internetes oldalunkon. Én kollégáim nevében is köszönöm figyelmüket, viszontlátásra! Holnap napos időre számíthatunk. Továbbra is száraz, meleg levegő alakítja időjárásunkat. Az előttünk álló éjszaka gomoly felhős idő várható, csapadék nem lesz. A változó irányú szél gyenge vagy mérsékelt marad. Reggelre általában 16 fokig csökken a hőmérséklet. Holnap napközben gomoly felhős, napos idő várható. Zápor előfordulhat. Helyenként zivatar is kialakulhat. A változó irányú szél gyenge vagy mérsékelt marad, de zivatarok környezetében átmenetileg erős, viharos széllökések is lehetnek. Délutánra 30 fokig emelkedik a hőmérséklet, fronthatás nincsen térségünkben. A következő napokban sem várható időjárás változás. Kánikulára, meleg nyári időre van kilátás, általában sok napsütéssel. A délutáni órákra az erősebben megnövekvő gomoly felhőkből csak néhol alakulhat ki zápor, esetleg zivatar.